emlék előtt most bizonyára lepereg a 25 évvel ezelőtti 1997. szeptember 6-a, amikor szerelmesen, egymásért tajongva, bizakodva a jövőbe vetett igaz hittel, álltak Gödöllő város önkormányzatának anyakönyvvezetője előtt, és fogadtak egymásnak örök hűséget. Érezték, hogy az élet szép, csodálatos, és hitték, hogy ez mindig így lesz. És az eltelt 25 esztendő azt bizonyítja, hogy jól választottak. Hiszen mikor két ember kimondja a boldogító igent, az a legfőbb álmuk, hogy életüket egymással, gyermekeik, szeretteik körében éljék, megosztva örömeiket, bánataikat. Önöknek az első 25 évig sikerült. Kívánom önöknek, hogy az elkövetkezendő években is úgy teljenek napjaik, ahogy azt 25 évvel ezelőtt eltervezték, megálmodták. Azt meg kell ünnepelni, amikor két ember ilyen példaértékű életet tud élni ebben a mai rohanó világban. Nélkül nincs élet. Ezt önök jól tudják, mivel 1994. februárjában történt első találkozás a Gödöllői óvodában, már elindította azt az érzést, hogy veled vagy nélküled. Voltak könnyebb és nehezebb idők, most utólag érzik, bármennyire nehéz is volt elviselni egy-egy terhet, a közös küzdelmekben fonottak szorosabbra a szeretet szálai. Ünnepélyesen kijelentik-e, hogy az 1997. szeptember 6-án megkötött házasságukat az igen szó kimondásával megerősítik? Igen. Mint versekközség anyakönyvvezetője, megállapítom és kijelentem, hogy az ezüst lakodalmas fogadalmuk örök és visszamondhatatlan. Yeah.
rocket. Nothing's gonna stop us now.